Szia! Téged mennyire határoz meg a múltad? A Joe Dispenza által vezetett kétnapos rendezvényen nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy a jelen pillanatban azért nincsen elég energiánk, azért nem tudunk valami csodálatosat létrehozni az életünkben, mert olyan sokat foglalkozunk a múlttal vagy a jövővel, hogy egyszerűen nem marad energia a jelenben újra és újra átélni önmagunkat, ezáltal nem marad elég energia arra, hogy valami nagyszerűt létrehozzunk. A helyzet az, hogy ha ért valami a múltban, akár pozitív, akár negatív, és ezt az emléket újra és újra éled, akár csak gondolatban, akkor a test ezt úgy veszi, mintha ez most lenne jelen, és ezáltal a figyelmed is arra irányul, ahova a figyelmed irányul, oda irányul az energia, tehát energiát adsz a múltnak, a múltban egy történésnek. Az emléket létrehozza ez az érzés, és ez az érzés bekapcsolja ugyanazokat a vegyületeket, ami elárasztja a testet. A probléma ezzel csak annyi, például, hogy azt hiszi a tested, hogy ezért maradt életben, mert ugye megtörtént velem akár az a rossz, akár az a jó élmény, cserébe viszont még mindig életben vagyok, és ezt összeköti egy olyan hamis információval, hogy akkor ahhoz, hogy életben maradjak, talán még erre is van szükségem. És ezáltal nem marad elég energiád a jelenben, hiszen a múltban kóvályog az elme és a test. Arról is beszélgettünk, hogy a test tárol minden információt, ami a múltban történt. És hogyha arra helyezed a hangsúlyt, hogy boncolgasd azt, hogy mi volt a múltban, akkor értelemszerű, hogy a múlttal foglalkozol. Ezáltal több energiát adsz neki. Nem azt jelenti, hogy bármelyik módszer az nem működne egy hosszú listáról, hanem azt, hogy addig a pillanatig azt a dolgot, amit szeretnél lezárni, amit szeretnél elengedni, azt nem tudod, hiszen azzal foglalkozol, próbálod megoldani. Pedig mennyivel egyszerűbb, hogyha a jelenben maradsz, és arra fókuszálsz, hogy most ebben a pillanatban mit szeretnél átélni. Hogy mi lenne a legnagyszerűbb dolog, amit létre tudnál hozni. Mi lenne az, amivel hozzá tudnál járulni, akár a saját, akár a többiek életéhez. Elcsépelten hangozhat, pedig igaz, hogy ha hálát érzel, ha fel tudod hozni magadban a hála érzését, akkor sokkal gyorsabban gyógyul az egész tested és az egész lényed, ami kihatással van, persze, a teljes életedre. Itt sokan azt mondhatják, hogy persze, de miért kéne hálásnak lennem, hiszen történik körülöttem ez, a bizonyos dolgok így és így vannak, amire nincsen hatásom, mégis az mekkora hatással van rám. Egyrészt döntsük már el, hogy mi van ránk hatással, és mi az, amit beengedünk az életünkbe, illetve, hogy arra mi hogyan reagálunk. Ezt csak mi tudjuk eldönteni, és senki más. Ugye mi programozzuk magunkat újra és újra. A másik dolog, hogy ha nem tudsz miért hálásnak lenni, akkor miért akarsz bármit bevonzani az életedbe, ha egyszer nem vagy hálás? Tehát ha bevonzod, akkor utána is valószínű, hogy nem leszel hálás, hiszen nem tudod a hálát érezni. Ez így egy kicsit keményen hangzik, most igyekszem csak összefoglalni dióhéjban, de tényleg arról van szó, hogyha fel tudod hozni magadban a hála érzését, egyszerűen csak örülsz annak, hogy vagy, hogy felkeltél reggel, ilyen teljesen egyszerű dolgok, akkor a jelen pillanatban leszel, hiszen a jelen pillanatért vagy hálás, azért, ami most van, és nem azért, ami nincs. Ha kihelyezed a fókuszodat, a figyelmedet, az összpontosításodat egy olyan dologra, ami nincsen jelen, akkor egy olyan dologra fókuszálsz, ami nincs jelen, de hát akkor miért figyelsz arra? Mennyivel egyszerűbb, ha arra figyelsz, ami már van, és a hála az is lehet, tehát az is van, ha úgy döntesz az életedben. Onnantól kezdve csak emlékeztetni kell magad arra, hogy újra és újra átéld ezt az érzést, és az érzés meg fogja hozni az élményt. Ezt tanultuk több mint két napon keresztül, és erről fogok beszámolni természetesen, sokkal hosszabban, ahogy ígértem. Szóval ez csak egy előjáró volt arra, hogy addig szerintem érdemes elgondolkozni egyrészt azon, hogy miért lehetsz hálás, és a másik, hogy ha úgy érzed, hogy nincs miért hálásnak lenned, akkor tudsz-e csak úgy önmagában hálát érezni, hogy mennyire mázdista vagy mondjuk azért, mert ilyen szuper videókat nézhetsz. Szerintem lenyűgöző. A másik dolog, hogy meg tudod-e figyelni azt, hogy miről gondolkodsz, és hogy min jár az eszed újra és újra. Észre tudod-e venni azt, hogy milyen gondolkodási mintáid vannak, és a legtöbb gondolatod az a múltban vagy a jövőben van, esetleg a jelen pillanatot éled meg. Ez elég spirituálisan hangzik, de kivitelezhető, persze gyakorlással. Ami még fontos,
hogy nem egyik pillanatról a másikra jön meg az eredmény, kell hozzá egy kis kitartás, elszántság, meg persze annak a tudása, hogy bizony itt a háromdimenziós világban sokszor úgy éljük meg, hogy időre van szükségünk ahhoz, hogy valamilyen változás bekövetkezzen az életünkben. Hamarosan jelentkezem az összefoglaló videóval.